A Fit Magyarország Alapítvány június utolsó napján tartotta meg a kihívás napi díjátadó gáláját Visegrádon. Azokat a települési vezetőket és szervezőket hívták meg és díjazták, akik tevékenyen részt vettek a szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában. Polgármesterekkel, civil szervezetek vezetőivel történt első személyes találkozásaink alkalmával mindannyian egyetértettünk abban, hogy a mindennapi testmozgás mennyire fontos. Nem volt kérdés egyikünk számára sem, hogy külön-külön és együtt is kiálljunk a mindennapi testmozgás mellett. A programunk nagy örömünkre elnyerte mindenkinek a tetszését, így gombamód szaporodtak a partnereink száma, jelenleg 59, sőt a mai nappal 60 partnerünk van, akikkel közösen dolgozunk, gondolkodunk, a programjukat bemutatjuk, az eseményeikről beszámolunk. Eddig több mint 140 programot közvetítettünk a régió lakossága felé, az elmúlt fél évben azóta működik a Fit Magyarország programnaptárja. A Fit Pilis-Dunakanyar program 193.268 lakost ért el eddig, ami úgy gondolom, hogy átütő siker, mert ez a mi régiónk. Ez a siker önöknek, nektek köszönhető. Mivel hogy a mindennapi testmozgás mellett tettétek le a voksotokat, és gyakorlati lépéseket tettetek azért, hogy a lakosok dolgozzanak. Hisszük azt, és ezt a számok is bebizonyították, hogy együtt átütő eredményekre vagyunk képesek. A 193 ezer lakos elérése, a FIT üzenet továbbítása közös sikerünk. A kihívás napján egy olyan egyedülálló akciót hajtottunk végre, amely az országban máshol nem volt. A régió 12 településén 77 programot szerveztünk közösen. Igyekeztünk bejárni mi is a programokat, és azt láttuk, hogy kora reggeltől késő estig mindenhol mindenki mozgott, sportolt. Vidám, boldog arcokat lehetett látni az utcákon, a tereken, a sportlétesítményekben. Több olyan település volt a régióban, ahol hosszú évek óta nem volt ilyen sportmegmozdulás, sportrendezmény. Többen mondtátok, hogy ez a Fit Pilis-Dunakanyarnak köszönhető, mi azt mondjuk, hogy köszönjük nektek, ez a ti sikeretek. Ez az egyedülálló összefogás bebizonyította a Fit Magyarország program létjogosultságát. És megvalósította azt az üzenetet, miszerint együtt bármire képesek vagyunk. Ilyen tovább a mindennapokban a szlogenünk, miszerint napi 40, hogy minden jobban menjen. Mozogjunk együtt minden nap 40 percet, változtassuk a régiónkat Fit régióvá, Fit Pilis-Dunakanyarrá, és országunkat egy Fit Magyarországgá. Az egyébként Kanadából származó kihívásnapja programsorozat Magyarországon 10 éves múltra tekint vissza. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, aki maga is aktív sportoló, azért támogatta az alapítvány munkáját, mert a mozgás népszerűsítése mellett magyar hagyományokkal is ötvözték a külföldről hozott programsorozatot. Most azt lehet látni, hogy gyakorlatilag minden tájegységen, minden iskolában, minden intézményben más és más a kihívás napja. Tehát mindenki azt csinálja és úgy mozog, amire éppen lehetősége van, amire éppen eszköze van, és nem utolsó sorban, amihez éppen kedve van. És szerintem egyébként ez lenne a lényege a mindennapos mozgásnak is, hogy teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, hogy éppen melyik testrészünket fájlaljuk, álljunk fel a fotelből és mozogjunk minden nap, mert ténylegesen már azzal is teszünk az egészségünkért, ha csak napi fél órát vagy 40 percet sétálunk. Itt ugye a Fit Magyarország programnak az a mondani valója, vagy az a mottója, hogy napi 40. A napi 40 az a 40 percet jelenti, hogy 40 percet mozogjunk, 40 percet sétáljunk, vagy töltsünk olyan sporttal, ami igazán örömet ad számunkra. És én azt gondolom, hogy itt a Pilis-Dunakanyarban is egyre több lehetőségünk van, hál' Istennek arra, hogy ezt meg is tegyük. Mi a Mártival már régebb óta ismerjük egymást, tehát nem a Fit Magyarország program kapcsán ismerkedtünk meg, hanem korábban pont az egészségügy területén, én akkor még az Emmiben dolgoztam. Ő is egészségügyi területen foglalatoskodott, és aztán, amikor megkeresett bennünket a Fit Magyarország programmal, akkor abban állapodtunk meg, hogy a mi térségünk lehetne az első olyan mintatérség az országban, ahol egy pilotként működhetne
a FIT program. És én azt gondolom, hogy olyan eredményeket sikerült elérnetek nektek közösen Mártékkal, tehát az óvodapedagógusoktól kezdve a pedagógusokig, a polgármesterekig. Én mindenkinek nagyon szeretném megköszönni azt, hogy a program mellé állt, és tettetek valamit azért, nem is keveset, hogy ez a Pilis-Duna-Kanyari régió még inkább fit legyen. Nagyon nagy szükség van erre. Közel 1000 sportszervezet működik itt a térségben, 17 település vonatkozásában, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám, és bizony van bőven mit tenni annak érdekében, hogy olyan sportinfrastruktúránk legyen, bár természetesen gyönyörű helyszínekkel vagyunk megáldva, és maga a természet is rengeteg lehetőséget ad sportra, de azt gondolom mégiscsak arra is nagyon nagy szükség lenne, hogy legyenek olyan csarnokaink, akár mint ez a gyönyörű visegrádi, vagy akár a budakalászi sportcsarnok, még több legyen, legyenek olyan uszodáink, amelyeket tanúszodaként is tudunk hasznosítani, szabadidősportként is. És én próbálok a saját személyes életemben is példaként szolgálni erre. Én valahol a versenysport és a szabadidősport között lebegek, mint aktív versenyző egyébként. De ami nagyon érdekes, hogy nálunk a veterán vívók között a legidősebb az magyar versenyző az egész nemzetközi mezőnyben, 91. évében van. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kihívás az itt van mindannyiunk előtt, és ha jó példák itt vannak mindannyiunk előtt, hogy teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, éppen melyik testrészünk fáj, el kell indulni, fel kell állni a fotelből, és ha más nem, akkor legalább sétáljunk napi 40 percet. Köszönöm szépen a segítségeteket, köszönjük szépen a támogatásotokat, és köszönjük szépen a munkátokat és a figyelmeteket. A FIT Magyarország kihívásnapi díjátadó gálájának másik prominens meghívottja, Cene Attila olimpiai bajnok, a Magyar Szabadidősport Szövetségének elnöke volt. Tehát versenysportoló lehet valaki fiatalon, vagy felnőtt korban, ideig, óráig, de előbb-utóbb mindenkiből szabadidősportoló lesz, és előbb-utóbb mindenkiből potenciális szabadidősportoló lesz. És azt gondolom, hogy 5 éves kortól 95-ig, csak azért, hogy ne százat mondjak, potenciálisan tényleg több millió ember van, akit szabadidősportolóként tekintünk Magyarországon. Az más kérdés, hogy ki egyedül, egymagában sportol, és hogy az milyen színvonalat és mennyiséget képvisel, és mi sokkal jobban szeretjük azt, hogyha tudjuk monitorozni, hanem is kontrollálni, de azt, hogy csapatban, örömöt szerezve, kontrollálva, szakember segítségével, és árérték arányban nyilván hatékonyan, hiszen ez is fontos, mind a magánemberek, a családok pénztárcájának, és nyilván a szervezőknek is nagyon fontos mindig, hogy egy-egy eseményen, vagy akár egy-egy hétköznapi edzésen, nevezzük edzésen, vagy órának, amire lejárnak, ott minél többen, minél rendszeresebben mozogjanak. Cene Attila a versenysportból érkezett a politikába. Ma már tudja, hogy minden mozgás alapja a szabadidősport. És azt gondolom, hogy nagyon sokan sportolnak ebben az országban, csak önmagukban, egymagukban, és hát nyilván időt, energiát talán nem, de pénzt inkább spórolnak azon, hogy saját maguk sportoljanak. A mi szlogenünk szerint a magadért sportolj, az legalább olyan fontos, csak ahogy én az edzőmtől annak idején megtanultam Szécsi Tamástól, egy nagyon fontos mondat, ami elkíséri életem végéig, hogy fiam, nem elég, hogy hülyeséget csinálsz, de még gyakorolod is. És ez annyira belém égett, és amióta 10 éve ezzel a területtel foglalkozom, én azt látom, hogy a szabadidős sportolók nagyon-nagyon rivalizálnak egymással. Egyrészt nagyon precízek, nagyon pontosak, mindig ott vannak mindenhol rendezvényen időre, sokkal inkább, mint a versenysportolók. Imádnak egymással versengeni, összemérni a tudásukat, viszont abban még egy picit talán hátul kullogunk, és én nem akarok európai összehasonlítást vagy világösszehasonlítást, mert ezek a statisztikák olyanok, amilyenek. Ez nem biztos, hogy fedi a valóságot. Egy viszont biztos, az nagyon fontos, hogy ezt a fajta szakmát, nevezzük ennek, ezt a fajta területet, ami egy nagyon fontos gazdasági terület is lehet egyébként az országban. Az, hogyha minél többen vagyunk fittek, több millióan a fittségi szintet elérjük, hogy ezt igenis valamilyen módon szakember segítségével kell elérnünk. Tehát szakemberek támogatásával kell. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki mellé személyi edzőt kell állítani, de mindenképpen azt jelenti, hogy szakember támogatásával kell a heti sportolást a családon belül nemre, korra való tekintet nélkül valamilyen módon megoldani. Mondok egy példát, és aztán próbálom rövidre fogni, hogy az ünnepélyes keretet és az ünnepélyes hangulatot ne roncsam. Mi olyan pályázatokat szoktunk kiírni, amennyiben van erre lehetőségünk,
hogy ha például a gyerekek az utánpótlás korúak, szabadidősportonak, akár csak az én sportágamban tényleg, hogy a saját példát hozzam, 250 gyermek mondjuk Tökölön, csak hogy ne itteni példát hozzak, sportol, mert megvan az a lehetőség, hogy az iskola mellett van olyan tanúszoda vagy úszoda lehetőség, ami, és megvannak a szakemberek, ami egy nagyon klassz dolog, és nyilván nem mindenkinek adatik meg ebben az országban ez a lehetőség. De ott is, ahol ez a lehetőség adott, ott is mi próbáljuk arra buzdítani a szakembereinket, és a pályázó szakembereinket, a szervezőket és a megvalósítókat, hogy például 250 gyermek, akit egyébként vagy az iskola, vagy a klik, vagy az oktatási kormányzat, valaki valamilyen módon támogat abban, hogy sportoljon rendszeresen, nem versenysportolóként, mi azt szeretnénk, hogy ahhoz a 250 gyermekhez legalább 250 szülő, nagyszülő tartozik, nyilván sokkal több, de minimum ugyanennyi embert vonjunk be még a szabadidősport világába, és mi a pályázati forrást bizony arra biztosítottuk, hogy a 250 gyermek mellett a 250 szülő, aki sokszor kinnül az uszoda büféjénél, és nyomkodja a telefont, ők is vegyenek részt a rendszeres sportolásban, és ő melléjük is tudjunk szakembert biztosítani. És nagyon sok ilyen jó példát el tudnék mondani, de a legjobb példa itt van előttem, mellettünk, mögöttem, támogató társként, és ma ezért vagyunk itt, hogy díjazzuk azt, hogy tényleg a kihívás napja, éveken keresztül elmondtam, 30 éve a szövetség a koordinátora a kihívás napjának, és 10 évvel ezelőtt még mindenki Challenge Day-nek hívta, most már a magyar név az annyira megragadt, és annyira rendszeresen használjuk, hogy erre önmagában is büszkék lehetünk, de évről évre én is meglepődöm, hogy mennyire sikeres, és mennyivel többen érdeklődnek, és akik érdeklődnek, azok bizony nem sportszervezetek, azok mind civil szervezetek, civil közösségek, akik érdeklődnek egyre inkább, és egyre nagyobb munkát fektetnek abba, hogy ne csak egy napra, ne csak május utolsó szerdája, ami a kihívás napja, ne csak egy hónapig, amit most meghirdettünk a munkahelyeknek, munkahelyi csoportoknak, hanem a kihívás napja az 365 napról szóljon. Ez az igazi vágy, ez az igazi álom, és szerintem ezen fogunk közösen dolgozni elnökasszonnyal a jövőben, és még sok minden máson azt gondolom, ami előttünk áll. Úgyhogy én megköszönöm, hogy meghívtatok, megköszönöm, hogy itt lehettem, és ezt mind elmondhattam, és köszönöm, hogy miniszter helyettes asszonnyal találkozhattam, és legalább így megosztottam a gondolataimat, ha máshogy nem, és remélem, hogy nem rontottam az ünnepélyes hangulaton, és köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer. Nagy Márta, a Fit Magyarország Alapítvány elnöke elmondása szerint a program támogatói egyhangúan álltak a kezdeményezés mellé. Mert fontosnak tartották azt, hogy a napi mozgás mindenki számára hasznos és elengedhetetlen. Ilyen összefogás, amit a Pirizs-Dunakanyar régióban volt, nem volt máshol az országban. 12 településen 77 program várta a lakosokat, és majdnem 6000 aktivitást rögzítettünk fel, amerre jártunk, mindenhol mindenki mozgott, fiatal, idős, kicsit teltebb és a soványabb, tehát nem volt választás, hogy mindenki csatlakozik a programhoz. A program elsődleges célja az volt, hogy a lakosság sokkal egészségesebb és fittebb legyen. Tette hozzá az alapítvány elnöke, aki továbbá azt is elárulta, hogy napi 40 perc mozgással számos betegséget meg lehetne előzni. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az a 40 perc, amivel már egészségnyereség érhető el, tehát hogy ez egy tudományosan megállapított 40 perc, az elérhető és teljesíthető mindennapi sétával is. Tehát a asszonyok, a szomszédasszonyok gyűjjenek össze is, kicsit délután, este sétáljanak, beszéljenek, vagy esetleg arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az édesanyák menjenek gyalog az óvodába a gyerekért, és akkor már teljesül a 40 perc, és arról nem is beszélve, hogy a közös együttlét, a beszélgetés még mentálisan is erősíti ezt a szülő-gyermek kapcsolatot, tehát nem feltétlenül 40 percen keresztül maratont kell futni, hanem bármilyen mozgással ez teljesíthető, és kicsit a családi kötelékek erősebbek lesz, illetve csapathoz tartozik az ember, hogyha egy edzőközösségbe jár. Budakalász díját Forján Szabó Gergely alpolgármester vett át, és külön elismerésben részesült a Kalász suli is. Alig túlzok, hogyha azt mondom, hogy egész Budakalász megmozdult. Rengetegen részt vettek a városból, szervezett keretek között, és akár egyénileg is. Az óvodáktól, az iskolákon át egészen az idősekig nagyon sok olyan megmozdulás volt a városban, ami a napi testmozgást próbálja egy kicsit népszerűsíteni.
A polgármesteri hivatal kollégáit is reggeli tornára hívtuk, és nagyon sok aktív intézményünk volt a városban. Közülük egyébként a Kalássuli még egy külön díjazásban is részesült, ott olyan komoly szervezéssel, aktivitásokkal készültek. A kihívás napja korábban is nagyon sok embert vonzott Budakalászon, mondta az alpolgármester, aki hozzátette, hogy ő személyesen is támogatja az aktív testedzést. Nagyon sok lehetőség van a városban, részben egyébként sport egyesületek szervezésében is vannak szervezett táborok. Az elsősorban a gyerekeket, fiatalokat célozza meg, de vannak olyan városi rendezvények is, amelyek inkább ugye nem a nyári időszakban szoktak lenni, hanem majd amikor visszatérünk a nyárból. Nagyon népszerűek Budakalászon a tófutások, a tavaszi és az őszi tófutás, lesz szeptemberben Tour de Kalász, ami szintén nagyon sokakat meg tud mozgatni. A Sétálj Budakalászon program is néhány éve nagyon népszerű, és nagyon sokan sétálnak, mozognak a város területén. Igazán mondhatjuk azt, hogy Budakalászon élők számára rengeteg szabadidő sport lehetőség van. És akkor még nem is beszéltem a sportegyesületek által kínált rendszeres programokról, sportolási lehetőségekről, illetve az iskolákban, óvodákban is nagyon ügyes pedagógusok szervezik a sportéletet. A kihívás napján a Pilis-Dunakanyarban több mint 6000-en vettek részt. Továbbá a régióban több mint 190 ezer emberhez jutott el a program. A Fit Magyarország Alapítvány a Pilis-Dunakanyar 17 települését választatta mintatérségnek az országos program megkezdéséhez. Az oklevelek átadása után egy tokodi mazsore csoport előadását tekintették meg az ünnepeltek.